I seen you before? Oh, yes, I think so. On the train from Blackwater, perhaps. Yeah. Yeah, you were talking with the preacher. Yes, sir, I was. I don't know if it's so safe out here, miss. Oh, Jenny. You can call me Jenny. All right. I'm safe because I have faith. So, faith can move mountains. That's the whole point. You're trying to move a mountain? Oh, no, I can't do anything. But with faith, I can achieve great things. I know that. I know it. You want me to take you back into town, ma'am? You seem kind of unwell. Oh, I get such clarity out here. I see things purely. The world is so beautiful. And full of things that'll kill you. Including illness. Nothing's gonna kill me, sir. Well, take care then. Azért mégsem hagyhatjuk itt. Azt hittem, hogy legalább el kell eszkortolnunk valamerre, de nem. És van nálam egy újszerű. Miss Jenny. Don't look like the Almighty's much inclined to help you out here. I was kind of worried about you, so I brought you some medicine. Oh heavens. Oh, praise you, Lord. I knew you'd save me. Ja, ne is engem köszönj. You see, it was only through his will that you were ordered to save me. Tell me, were there angels in your vision? Jenny, can I take you back into town? Praise you, Savior. I knew you'd save me. Will you come with me? Oh, I'm fine here, mister. I'm in heaven. Heaven. Ezek az átkozott szent fazekak. Jenny's Fate. Ez valami ismerős, ez egy easter egg akar lenni valamiről, mert ez a Jenny's Fate kifejezés, ez nekem ismerős valahonnan. Fogalmam sincs, viszont most már tényleg menjünk Bobbyhoz. Úgy emlékeztem, hogy szépen el fogjuk eszkortolni valahova, mondjuk el Armadillóba, de nem. Ó, téged meg meg akar ölni az a farkas. Zsír. Ó, bassza meg, egy csomó másik farkas. Dedej, téged választalak. Mi az új Pokémon? Ó, én elveszem ezer örömmel. $4 azért, mert megöltem 4 farkast. Végül is, hogyha úgy vesszük, akkor... elfogadható? Főleg, hogy sokkal több pénzért el tudom adni a maradványaikat ezeknek a kis állatkáknak. Csak egy kis időbe beletelik, ameddig megnyúzom őket, de remélhetőleg türelemmel kivárjátok. Aztán végre elmehetni Bonnyhoz. De ezek olyan, ugyebár ilyen nyitott világú játékok általában ilyenek, hogy el akarsz menni valamerre, de kibaszottul nem tudsz, mert mindig megakadályoz téged valami. És amúgy a játék elején még megmentem ezeket az embereket, de a játék végre minden bizonyal, mert ott fogom őket hagyni, mert lusta vagyok. Meg egy idő után unalmasak. Amúgy mi a helyzet a pletykákkal a Red Dead Redemption-ről, hogy PC-re is ki fog jönni? Tudom, hogy ez már évek óta megy, meg minden, hogy majd előbb vagy utóbb kijön, meg ilyenek, de... egyszer a Rockstar is mond valamit, egyszer meg nem. Egyszer azt mondják, hogy kész, illetve a Rockstar ezt még szerintem soha nem mondta, de egyszer az a pletyka, hogy már készül a PC-sport. Nem PC-sport, hanem PC-sport, értitek? De egyszer meg azt, hogy nem, és szerintem igazából soha nem fog ez a játék már kijönni PC-re. Engem igazából nem is izgat, mert nekem itt megvan az én kis Xboxomon, és nekem az tökéletesen elég is. Csak szerintem sokan örülnének neki, hogyha... hé, hey, ezek itt Coyotok? Igen, szerintem Coyotok. Ezeket nem észároljuk sajnos. Hé, hey, te itt!
Meg kell őket nyúzni. Kell a challenge-hez. Bár hogyha jön egy PC-s port, akkor szerintem azt is megvenném, mert kíváncsi lennék, hogy milyen PC-re. Bár ugyebár, szokták egyáltalán így mondani, bár a Rockstar az nem tud egyáltalán portolni. Legalábbis a legtöbb portja, amit először mondjuk konzolra adtak ki, és aztán PC-re is szépen átrakják, azok általában kibaszott borzalmasak lesznek. Lásd GTA 4 például. Annyira nagyon nem lehet panaszkodni a GTA 4-gel kapcsolatban, de lehetne sokkal jobb is. A billentyűzetegér kombó irányítás az egyszerűen borzalmas. Ha engem kérdeztek. A lényeg az, hogy a GTA-nek egyáltalán nem jó portja. Plusz tele van crash problémákkal is, meg csupa bug, meg minden. Már a konzolos verzió is. Yay! Master Hunter Rank 1. Mi a helyzet a következő challenge-en? Na. 5 deer. Az a szarvas, nem? Tudtam, hogy a szarvas? Ha átvágunk armadillon, akkor szerintem eladom még a szarjaimat, és hogy még több időbet. Hé, te itt! Uram, atyám, ez egy trooper! Kibírt egy csomó lövést? Egyáltalán te vagy az állat, amire nekem vadásztam kell? Remélhetőleg igen. Fejre kell célozni egy igazi vadász, soha nem céloz a fejére az állatnak, viszont... Vagy ha csak attól hal meg egyből, akkor mit lehet csinálni? Mert igazából szerintem a trófea vadászok nem céloznak fejről. Keresztapám vadász, ő nem céloz fejre. De igaz, de hát, mint ahogy mondtam, ő trófeának is vadásza az állatokat. Nem csak a húsa miatt. Na te itt, jó uram! Hé, hey, gyere már ide a kivaszott pulthoz, utána, amikor nem jönnek ide a pulthoz. Na, ideje volt már, hajom. Na, eladjuk. Eladjuk. Mindent eladunk. Kivéve az aranyat, hogyha azt nem adtam el véletlenül korábban. Ki a franc enné meg egyébként a kojottnak a húsát? Olyan, mintha kutyát ennél lényegében. Ezt nem esz az ember gyakran. Legalábbis tudtam már. Drágább a kojottnak a húsa, mint a szarvas, meg... The fuck? Jól, mert ez csak 4 dollár volt, ez meg 5, nem? Vagy rosszul láttam? Könnyen meg lehet, hogy rosszul láttam igazából. Aminek örülnék, az az lenne, hogyha egyszerre el lehetne adni minden hús, nem kéne így nyomkodnom magamban. De sajnos nem, ez nem így van. Ez nem így vagy. Ez egyáltalán nem így vagy. Itt szépen nyomkodnod kell az örökké valóságig. Ja, horse, ment a lóhús, akkor már beszélünk teljes mértékben magyarul, az nem csodálom, hogy ilyen olcsó. Ja, tényleg még a szívét is kiszoktuk néha vágni a farkasnak. A medve szíva jó drága, tudtam már. Bár, még nem vagyunk sehova. Még valamit akarunk venni szerintem. Vagy mégsem. Ezek drágek. Shotgun történt, az viszont veszek. Mégsem ezek, túl drága. Mert erre sok pénzre soha nem lesz szükségem, szóval... Make up your mind! Most biztos kiabálnátok a képernyőhöz. Hogyha angolul beszélnétek valamiért a videóim alatt. Ezt törzs újra. Ennyi töltény elég is lesz belőle. És most nem merek bemenni a gyógyszerterbe, mert minden bizonnyal aktiválnám Nigelnek a küldetését, amihez nekem most teljes mértékben nincsen kedvem. Mert nekem most Bonniehoz van kedvem. Most meg valamiért késztetést érzek arra, hogy lelőjem ezt az ember, de nem tehetem. Sajnos nem tehetem, én egy jó fiú vagyok. Én igazából a GTA-ekben is jobban szeretek jó fiúként viselkedni. Láttál valamit, Paci? Jobban szeretek jó fiúként viselkedni, mert valamiért jobb érzés. Mármint az újabb GTA-ekben, a GTA 4 előttiekben szerettem seggfej lenni. Itt viszont van egy úriember, aki
akar valamit mondani nekünk minden bizonyom. Well, howdy. Excuse me, friend. Mind if I rest up at your camp a spell? Well, be my pleasure. Man needs a break from this desiccated land. Thank you, mister. Say, what's that stick you got there? Oh, y'all ain't never seen a dowsing rod before, mister? Never seen a man summon the water up from the bare earth, mister, Marston. Ah. No, can't say I have. It's water you're looking for. What's wrong with that lake over there? Oh, there ain't nothing wrong with Lake Don Julio. Nothing wrong with it, but we lack the fancy irrigation equipment you folks have back east, so. Man needs a wellspring on his proper tide to ranch here. Makes sense. Yeah. Why, you know, just last week, I was over at Old Pleasant's house. Now, I think I may have found something, but old coot that owns the place threatened to call the law down on me, so. People act funny around strange men with sticks. They sure do. Damn fools. Bet you he don't even know how much water's running underneath his proper top. You want me to tell him? You know what? You ain't that stupid, mister. And I can tell. I'll tell you what. Why don't you go get the old man to sell us his proper top for a small pittance? Then I can find the source of the water. Build us a proper wellspring. Maybe I will. Well, all right then. Hát oké. Szóval az ember a varázsbottya kinyeri a földből a vizet. Legalábbis megalapítja, hogy hol van a víz. Seems legit, én az énekben soha nem hittem. Hé. Hey. A borzok is nagyon ritkek. Most nem fogom bántani. Mert armadillók közelében bizonyos időpontokban szoktak megjelenni. Amik a kibaszott nagy seggfejek emberek. Már nem az emberek, ezt most nektek mondom, hogy emberek. Azok az állatok, amik kibaszott nagy seggfejek, azok a hódok. Azokat kibaszott nehéz megtalálni ebben a játékban. Ha tudod is, hogy hol szoktak spawnolni, még akkor is egy kényszenvedés, mert kurvára nem szoktak a bizonyos időpontokban megjelenni, amikor kéne nekik. Az meg mellé ment. Ó, jaj. Na. Az a borz nem is bánja annyira, hogy az feje felett lőttem le egy szarvast. Csak egy szépen eliszkolt. Mégis pont ez mutatja, hogy bánta a dolgot, de igazából mindegy. Hely, itt van valami random cuccos. Mi a fene folyik itt, haver? Azt hiszem megmentem őket. Nem hagyom én annyiban, hogy megöljék ezeket a szegény embereket. Így nem. Ó, kaphatok egy kis pénzt. Léci. Én csak... Ó, kaptam egy kis pénzt. Szent szar. Pont jókor jöttem. Mert igazából tele van ilyen random cuccosokkal a... Nem is tudom, a vadnyugat. Mindig Wastelandnek akarom hívni, mert mostanában ugye már Falloutozni is szoktam. Hogyha figyelemmel követed a csatornát, akkor tudnád. Bárcsak nem többnyire tudjátok is, mert aki fel van iratkozva, az látja ugyebár, hogy... Azt már nem értem, hogy miért néznéd úgy a videókat, hogy nem vagy feliratkozva, nem igaz? Ha? Ha? Nem? Hogy így akarod? Oké, nem állok az utadba igazából, hogyha így akarod, akkor nézd úgy. Már jó lesz, hogyha feliratkoznál, de ha? Hogyha nem akarsz, akkor jól van. Megértem én, haver, megértem én. Na. Bonnie! Jaj, ne csak a teheneket, nem. Chicken. Well, thank you, Amos, but it's the herd I'm worried about. I know, they're scattered all over the valley and beyond. The weather is coming in real fast. So what do you suggest, Amos? We leave the herd out there to be scattered by the storm and ourselves left here to die without a livelihood? Can I help? No, miss. If the men get caught out in that storm, they're gonna die. And if we lose our herd, we'll all die, you stupid man. Doesn't sound like we're left with much of a choice then. Come on, Amos. Round up your men. Let's get the herd. Dang. Oké, okay, szóval régen a viharok ilyen gyilkos viharok voltak, szóval